rózsalabda, rózsaleves. Csak egy kislányt neveltek a kedvem, azt is azért nevelték a kedvem. Két a szemem göndör, hagyja feket, azt is azért nevelték a kedvem. Jó napot kívánok! Nagyon Isten, jó napot! Mifelénk alig, hogy megvíratt a reggel, mi a messze gyűltünk itt szépszámos sereggel. Itt áll mögöttem a szépszámos seregem, legyen szíves őket ide beengedni. Higgyék el, nem fogunk ért adósok maradni. Nyisd ki babám az ajtót! Az ajtó! Hát tisztelt vendégsereg! Én csak azt csodálom, amiért mi jöttünk, itt sehol se találom. Biztos belül van, majd én ki is állom, most már kárban ne veszene, nehéz fáradtságom. No, meg ha megtalálom. Kedves őlegényünk, milyen mennyi az, hogy keresünk? Szőkét, barnát, feketét? Vagy vöröset? Nagyon válogatós vagy, ne? Nagyon válogatós vagy. És ha nem lesz vörös, akkor a barna is jó? Akár az is jó? Hát, meglátjuk akkor miért, de... Hát tisztelt vendégsereg, Nászlagy uram. Hát kedves öregény! Hoppá! Vigyázz, nem akad ezt? Víz. Ja. Víz. Jó, akkor állj neki. Fogi. Kedves őregényünk! Ez már jó választás volt? Na egy nagy tapsot megérdemel, igaz? Akkor jó volt, igaz? Várj, nem kell annyira sietni! Áldás és békesség az édesanyának, ilyen szép lány nevel, de nem magának. Áldás és békesség az édesapának, ki gondját viselt egy gyönyörű lánynak. Megkérem én a szülőket, engedjék el édes gyermeküket. Elvisszük mi jó helyre, szerető férjének ölelő keblére. Vőregény úrunk, megkérlek hát téged a csokor átadásával, és itt mindenki előtt egy hitvesi csókkal. Pecsételd meg a kikérésem. Tapsa biztosok a viadalokat! Úgy van! Ne menj el, most már nyugodtan maradod, egy kicsit bátorodjatok együtt, jó? Akkor szeretném megkérni a vendégeket, fáradjunk egy kicsit a garázs felé, a zenekar pedig, hogy húzzunk bele addig, ne? Idelgetett.
ez a gyűrű biztosíték, hogy életetek végéig szeretni fogjátok egymást, és hűségesek lesztek egymáshoz. Akarodnak kötötték őt. Kedves házasok, az asztalon a szíves fonós szemek is ennyi válnak, és keveredni fognak. Lehet duplázni. Hát kérem szépen, a fiatal pár szeretné megtudni, kinek a lakodalmában jönnek legközelebb. Ki lesz a következő mennyasszony? Szeretné megkérni a férjet, hogy számoljon, még most tudsz az asszonynak parancsolni jövőre, már nem. Most még. Azt a részt, amit ír alá. Még most tudsz. Háromig lehet számolni. Hangosan. Igen. Egy, kettő, három. A fiatal párnak is, hogy aki gratulált, a szépen fáradhat be a terembe, és megkeresni a helyet. Come on.
elleni ötösikkel. Nem kívánok sokat, se keveset! 12 lány, meg vagy 25 gyereket. Jó éjjjel a tortához! Kezdjétek megvágni! Tányér magatok, igen, magatok elő. Szokjátok, ki szereti jobban a másikat? Látom, így kezdtétek, hogy a bácsi nem volt tanítva. Ez az a kérdés. Mehetek a kérdések? Egy cipő. Gyönyörű lesz, amit a kettőt felemelitek, csak majd az egyiket, jó? Mert... Igen. Ki kezdeményezett először, mikor megismerkedtetek? Ki szokott lefeküdni hamarabb? Kedves jó barátom, halófélhez mentél, ennek a roncsavargónak rabőrgya lettél. Tanítsd meg egy főzni, tudja szépen mosni, és ha úgy kíván, kitakarítani. Ha majd család lesz, nem kell, hogy tudja, az ötösikre kell mennyi lesz a gondja. A gondját most már úgyis ő fogja viselni, és a gyerekeket valakinek csak fel kell nevelni. Ezek az álmok, barátom, ha valóra válnak, nem lesz vége soha, de boldog házasságnak. Vivát! Kedves jó ember, kedves jó barátom, elmondott szavamat most hozzád bocsájtom. Hallottam jó döntésed, hallottam jó tettedet, hallottam eldobtad legény értedet. Hallottam megtaláltad ki, elcsavarja fejed, de ezután barátom, itt hátul lesz az eszed. Vigyázzál rá most már mindenki singóságra, hisz jövőre az sem lesz a tiéd, amely libeg a gatyába. Fizetésed, pénzed, adjad mindig haza, becsületed otthon úgyse lesz már soha. Szeretem az asszony, míg pénz van a zsebedbe, üres lesz a zsebed, Melca. Megkaphatod most már Szent Istvánnak lovát, csak rakja belé napósod. Elsőnök a bizalmát. De nem szerint is megérdezte, hogy a gyerek. Én nem szerint, hogy a gyerek. Úgy kell. Nem mondtam, mi van már. A gyerek minden vasárnap lehet templomba. És fel az apuka, az anyuka, a bába, a keresztap, a keresztel és a ma. Majd a gyereknek. A gyerek így önközben megjön. És így napon ünnep volt a családban. A gyermek megházasodott. Ott tartott az esküvő. A tanúk a keresztapa, a keresztapa voltak. Yeah.
Hullom a mának, hullom a mának, hullom a mának.